to dance with Jura. Ritka, yes. Ritka, izgulunk egy kicsit, de orrulunk. Ez az Opera színpadán először 2023. június 10-én bemutatott, a világon mindössze két együttes előadásában látható Boris Eiffman balett, a Pigmalion hatás. A tavalyi emlékeket megpróbáljuk előszedni a testből. Az idegrendszer nagyon intelligens ilyen szempontból, mert ami egyszer bevésődik, azt nagyon könnyű már előszedni. Nagyon büszke vagyok, hogy mi vagyunk az Eiffman együttes mellett az egyedüli együttes, aki a Pigmalion effektet játsza. Két próba közötti szünetet láthatjuk. Ilyenkor általában a balettmesterek korrekciókat adnak, tehát az előző felvonásban látott hibákkal segítenek a táncosnak kijavítani. Éppen Louis-t láthatjuk, a másik szereposztást, aki az ő tapasztalatait elmagyarázza Jurának, aki ma fog táncolni. A különböző szereposztások a tapasztalatok alapján próbálják segíteni egymást. Ott fönt szoktak állni azok a táncosok, akik hátulról vannak megvilágítva, és különböző olyan pózokat csinálnak, amelyek sziluetten keresztül jól néznek ki. Leon házának a díszletét láthatjuk. Ebből a fürdőszoba nagyon ikonikus. Ugyanis az egész darab úgy indul, hogy fürdik a főszereplő, és úgymond a személyzet kívülről sikálja őt. A balett középpontjában egy nyomorban élő Pimasz lány áll, aki a versenytánc világában találkozik a gazdagsággal, az előadói tökéllyel, ahol a szépség és a mozgás, csalóka könnyedsége csak kemény munkával érhető el. A görög mitológia szerint a nőtlen király és szobrász Pigmalion parafrázisa ez, aki beleszeretett saját művébe, olyan tökéletes és élethű női szobrot faragott. Ahogyan a Pigmalion hatás című balettban Leon, a sztárbalett táncos igazi táncos nőt farag a szegény sorból érkező galából. A magánéletben egy házaspárt alkotó művészpáros jutalomjátéka is a koreográfia. His ballet is about emotion, about psycho-emotion. Yeah, he was always asking about emotions, so not just about steps. So classical, it's not even modern, it's kind of mixed. I used to dance a lot in my life, like 8 years of ballroom dancing. So I used to hear a lot of this music, like fast and energetic. So she's professional. I enjoy it so much. She was teaching me, even at home, yeah. And she make fun of my movements, actually. Yeah, so I shouldn't really play some parts because it's very natural. I feel very comfortable to dance with Jura. A karnak kifejezetten sok feladata van, és iszonyatosan nagy pulzus számot igényel az, amit csinálnak, főleg azért is, mert két tánc között van olyan, hogy egy perc van csak arra, hogy egy teljes másik ruházatot vegyenek fel az emberek, tehát amikor úgymond pihenhetnének a kulisszában, akkor is iszonyatos pörgés van. It was a big question, like how we can rehearse with them, because now the assistance doesn't help us to do this here. So we are counting on the dancers who remember very good this. We have to really concentrate all the time. So we have to repeat a lot. Yeah. For muscle memory, not just for to know it, but muscle should know it how to do it. Tavaly nagyon nehéz volt az, hogy azokat a programokat, amiket betanultunk, azokat felülírjuk egy másik mozgás, hogy reflexből ne úgy mozogjak, mint egy koppériában például, hanem most egy teljesen másfajta mozgást csinálja. A korrekciókon egy jól ismert arc tűnik fel, aki nem sokára hivatalosan is új szerepkörben balettmesterként próbálhatja ki magát. Erre készülök jelen pillanatban, de természetesen csak a háttérből segítem a művészeket, valamint a Kalóz című balettnak a szólistáival dolgozom együtt.
szeretnék jelentős autoritást adni a táncosoknak. Nem szeretném megmondani konkrétan, hogy mit csináljanak, hanem azt csinálják, ami ő szerintük a legjobban néz ki rajtuk, és ami a legkomfortosabb, mert az fog a legtermészetesebben mutatni, és végeredményben szerintem ez fogja a legjobb összhatást nyújtani a színpadon. A Magyar Nemzeti Balett a bemutatás jogát közvetlenül a szerző koreográfustól, Boris Eifmantól kapta meg a világon első társulatként. A világhírű együttes az Eifmann Balett alapítója modernitásával és kifejező erejével forradalmasította a klasszikus táncművészet fogalmát. В первую очередь я получил приглашение от директора балета венгерского национального, от Томаша Шаймаши. И мое первое доверие, в первую очередь, к нему, потому что он профессионал, известный мастер балета. И если он, видя мой спектакль в Петербурге, пригласил поставить именно этот балет, я понимал, что он знает, что этот спектакль можно реализовать. Хотьтук egy kicsit állni a darabot, megemészteni ezeket a lépéseket, és amikor most újra játszok, én azt látom, hogy az erő, a technika, tulajdonképpen minden jó néhány lépcsővel följebb került. Az ifjabb Johann Strauss virtuóz zenéjére készült tragikomikus balett 2024-ben június 1-ig látható a Magyar Nemzeti Balett repertoárján.